én szeretek megtapasztalni dolgokat, nincs egy bizonyos dolog, óriási hatásokat tettem rám zenei dolgok, vagy utazások, úgyhogy rengeteg mindenből, meg ahogy az embernek fejlődnek a gondolatai, meg halad előre a korra, akkor elkezd tudni értékelni olyan dolgokat, amiket pár évvel azelőtt nem. Ilyen például, tehát ez konkrétan mondjuk a komoly zenét egyszerűen nem értettem nagyon sokáig, most sem nagyon értem, de sokkal jobban tudom értékelni. De hogyha így klasszikus ihletről beszélünk, rám a legnagyobb hatást a New York-i utazásom tette, meg a kávé. Mert hogy nem ittam sokáig kávét, és például a filmemnek a címe egy hihetetlen mennyiségű kávéadag hatására így a kitágult agyi érrendszerem segítségével született, úgyhogy mindenféle hatás, úgyhogy nem tudok konkrétan. Valószínűleg ezt tényleg nem kerülhetem ki, ezt ihletnek hívják. Rohadt életbe. Peter André munkássága az mindig lenyűgözött, a testfelépítése, jó képű, jó hang. Nem ilyen szakmai példaképem, soha nem volt, inkább az ijeszt meg az nyűgöz le, hogyha nézem, ha véletlenül megmerem nézni napi szinten az internetet, hogy milyen dolgok jönnek ki, az elképesztő, hogy a kor milyen tehetségeket, meg milyen mennyiségű elképesztő színvonalú anyagot szül. Szóval ez mindenképpen izgalmas, hogy a mai korba mennyi szép dolog születik, de az, hogy ilyen klasszikus mester minta, hogy van valaki, aki ilyen tudásával és az eddigi munkásságával lenyűgöz, az nincs. Sok mindenkinek sok mindene így külön-külön. Az elmúlt évet megelőzően teljesen egyedül dolgoztam, mindent egyedül igyekeztem megoldani, mert nagyon-nagyon-nagyon kevés segítségem volt, ami volt, az inkább konzultáció volt, és ezen szerettem volna nagyon változtatni, és ezért jó ez a helyzet, amiben most vagyok, mert szerencsére befogadott egy gyönyörű stúdió, és én elértem a diplomafilmemmel a saját korlátaimnak a végét, úgy éreztem, nyilván mindig van hova fejlődni, de az úgy nagyjából meghatározta azt, hogy mi vagyok én önmagamba, és ami itt óriási dolog, ami történt velem, hogy az ilyen stúdiók, mint ahol most vagyok, az összegyűjti a talenteket, évek alatt próbálja becserkészni a legügyesebb embereket, és ilyen gyűjtőhelyre bekerülni egy ötlettel, mint az enyém, és együtt dolgozni nagyon-nagyon-nagyon ügyes emberekkel, ez produkció szinten, mint hogy producerek vagy gyártásvezető, de ami a legizgalmasabb rész nekem, az, hogy technikai emberek vagy vizuális emberek, tehát olyan látványtervezőkkel együtt dolgozni, akik az én ötleteimet vázlat alapján sokkal szebben tudják megcsinálni, vagy együtt dolgozni olyan technikai emberekkel, akik innoválják azokat az elképzeléseimet, amik évek óta bennem voltak, csak nem vagyok se programozó, se nagy kompozitőr, és itt, ezen a helyen ebből van sok. Ez is nagyon izgalmas, meg a nemzetközi kooperálás, hogy lehet egy produkciót nemzetközi szintre vinni, és hogy külföldön milyen tisztán, vagy milyen kacifántosan működnek ezek a dolgok, azt is izgalmas megtapasztalni, úgyhogy meg sokat beszéltek angolul, amit nem tudok, és erre jobban meg, úgyhogy ingyen nyelvlecke. Szerintem az, aki ennyire rajta van egy dolgon, évek óta benne ragadva egyfajta vizualitásba, történetbe, annak így a saját gyerekévé válik ez az egész történet, és mellé párosulva az, hogy rengeteg ember
beleadja még saját magát, szóval ez egy olyan óriási lufi, ami tényleg magával repíti az embert, úgyhogy az álom része az így napi szinten valóra válik, annyi, hogy jó megélni. Tehát, hogy óriási szerencsém van, úgyhogy nincs ilyen igazán jövőbe fektetett álom, mert lenyűgöz napi szinten, ami tud történni, hogy ez az egész alkotói folyamat, ez egy nagy szerencse és nagy ajándék annak, aki ebben működhet, úgyhogy nincsenek ilyen illúziók, inkább napi szinten jó stúdióban lenni, jó tehetséges emberekkel együtt dolgozni, jók a napi szintű segítségek, a konzultációk, az új ötletek. Úgyhogy minden szuper. Én úgy vagyok vele, hogy iszonyat sok talent van itthon, és sokat megismertem az évek alatt, és sok ember van, akivel szeretnék együtt dolgozni, nyilván ehhez kell megfelelő mennyiségű pénz, meg támogatás, hogy úgy tudjak ezekhez az emberekhez menni, hogy itt van ez az egy vagy két éves dolog, amiben örülnék, hogyha együtt dolgoznánk. Tehát én a gyártás mindenféleképpen ideális esetben úgy képzelem el, hogy itthon történik, viszont az itthoni támogatási rendszer és a filmes kör az nekem nagy hogy mondjam, hogy ne káromkodjak. Nem akarok semmi rosszat mondani. Én szerettem volna mindig nemzetközi produkciót, szerettem volna, hogyha nyugati mintára történik az egésznek a forgalmazása, az egésznek az alapja, viszont itthoni gyártás. Hát én szeretek itthon dolgozni, viszont nem szeretem, ahogy itthon, amint egy bizonyos pénzösszeg fölött megy a gondolkodás, akkor itt nagyon rossz a helyzet, és talán külföldön sokkal inkább nyitottabbak arra, hogy az igazi motiváció ne a támogatások beszerzése és annak a szétosztása legyen, hanem hogy a támogatásokból kvalitás készüljön el. De az kedves, hogy megismernek a pult mögött, mondjuk a telepen, az product placement. Nem érzek igazán sikert. Van egy jövőképem a sikerről, ami egy bizonyos minőség után jöhet, de az még messze van. Egy szlovákiai magyar nem fél semmitől. És bátor. Hát a félelem az mindig a történet, mindig szerintem azok a dolgok, amikben az ember még nem tapasztalta meg saját magát, vagy abba mennyire jó, vagy mennyire nem jó. A rutintalanság, hogy belekerül az ember egy helyzetbe, ahol teljesítenie kell, amit nem lehet tanulni, nem lehet tanítani azt, hogy az ember rendezzen igazán, hogy problémákat oldjon meg, hogy tudja a színészt vezetni, stb. Szóval olyan dolgok, ami a rengeteg dolog, amiből összetevődik ez a szakma, hogy ezeket időközben kell megtanulni, és hogyha az ember úgy csöppen bele egy helyzetbe, mint például én, hogy rögtön sok emberrel kell együtt dolgozni, a hirtelen sok segítséget kap, és mondjuk én vagyok az az ember, aki múlik, vagy mindenki tőle várja a minőséget, és hogyha ez a minőség nem teljesül, akkor nagyon-nagyon sok embernek a munkája van cserben hagyva. Úgyhogy ez a félelem, a bátorság része meg az, hogy mégis igyekszem csinálni, és próbálom a maximumot kihozni, még úgy is, hogyha sok pofon, meg sok negatív dolgot kell ezek miatt megélni, és a legnehezebb része, hogy az ember önmagába hogy tudja ezeket lerendezni, hogy akárhogy kapja a negatív kritikákat,
vannak hetek, amikor máshol nem szól az egész, és akkor hogy lehet reggel mindig úgy felkelni, hogy az ember mosolyogva motiválja az embereket maga körül. Úgyhogy kemény szakma. Sok pénz, sok nő, aranykád, saját Zulu, saját Gergő, saját stúdiómba. Az a baj, mármint, hogy nekem nagyon-nagyon sok motivációm van, van sok pozitív, meg van sok negatív motivációm. A negatív motiváció az, hogy nagyon sok hitványfilm készül, és bár tudom pontosan, hogy a jó film attól jó film, hogy van jó sztoria, és ez amiből most nagyon-nagyon kevés van. És én nagyon sokat törekedtem arra, hogy abban, amit én tanultam, vagy amiben én jó voltam, tehetséges, azt maximalizáljam azért, hogy el tudjak érni olyan embereket, akik mondjuk olyan dolgokban jók, mint a történetmesélés, és most ez nekem a legnagyobb kihívás, hogy egyáltalán én el tudok jutni arra a pontra magammal rendezőként, hogy fel tudjam ismerni a mások által írt történetet, hogy az jó és piacképes és közönségbarát. Úgyhogy remélhetőleg egyszer eljutok addig a pontig, hogy lesz a kezembe egy olyan történet, amit a vizualitásom mellé kapcsolva sikerre tudok vinni a jövőben. Hú, tanács, basszus! Milyen tanácsot lehet adni? Hát igazából csak a saját dolgaimból tudok kiindulni, amiket én úgy élek meg, hogy nagyon-nagyon hasznosak voltak nekem. El tudom képzelni azt, hogy valakinek az a motiváló, hogy bent ül egy szobába iszonyatosan beelesdészve, és ott történik a fejébe a dolgok. Én nem ez az ember vagyok, nekem kellnek a behatások emberektől, kellenek a szerelmek, mondom, hogy lássak új dolgokat, lássak természeti dolgokat, lássak nagyon világi dolgokat, lássam azt, hogy az ember milyen hatalmas építményeket, meg utcákat tud csinálni, de közben az is, hogy milyen egy óriási vízesés, szóval, hogy ezek, hogyha az ember meglátja ezeket a dolgokat, akkor tágul a tudata is, meg az arányrendszere, meg egy csomó olyan dolgot automatikusan beindít, ami ahhoz, hogy az ember merjen bátran nagy dolgokat meglépni, az látnia kell olyan dolgokat, hogy milyen nagyszerű dolgok vannak a környezetében, ahhoz meg ki kell menni, úgyhogy én csak azt tanácsolom, hogy tapasztaljon az ember, aztán többi meg vagy megszületik benne, vagy nem. Hát ilyen tényleg valószínűleg nincs, úgyhogy erre nem is tudok válaszolni. Nem is tudok most így értem bármire gondolni, amit így kizárnék az életemből. Soha nem. Nincs.